Fontos az agrárképzés, hiszen Szabolcs-Szatmár-Bereg megye is agrárberendezkedésű térség. Ezért folyamatosan fejleszti a Nyíregyházi Egyetem az ehhez kapcsolódó oktatási stratégiáját és képzési struktúráját. Két évvel ezelőtt a Primum Alapítvánnyal is együttműködési megállapodást kötött az intézmény, hiszen a Primum Alapítvány képviseli hazánkat az Európai Unió kiemelt iparágainak agrárágazati élelmiszeripari csoportjában. A megállapodás célja a tudomány és a gazdaság kapcsolatának erősítése. Ennek keretében már harmadik alkalommal tartottak szakmai konferenciát. A konferencia fő témája mindig az aktualitásoknak megfelelő újabb innovációs fejlesztések, a mezőgazdaságban várható trendek, ezekről szólnak az előadások elsősorban, illetve a Primum részéről bemutatjuk az ELN hálózatot, amelynek keretében vagy azon keresztül külföldi cégeket tudjuk összehozni, az itteni termelőket, mezőgazdasági vállalkozásokat, hogy még nagyobb piacuk lehessen, ebben segítünk nekik, különböző információval, szakmai tanácsadással. Ugyanis célunk az, közösen az egyetemmel természetesen, hogy a megyebeli vállalkozások is olyan technikai és műszaki színvonalon termeljenek, illetve olyan minőségi termékeket állítsanak elő, élelmiszeripari termékeket, amely a kor színvonalának és a lakosság és mindenki elvárásának is megfelel. A konferencia mellett közel 10 ilyen termelő mutatta be termékeit egy kiállítás keretein belül. Közülük többen már visszajáró vendégek, de vannak olyanok is, akik az egyetemmel való szakmai együttműködés reményében jelentkeztek most kiállítónak. A Primummal közösen azt a célt tűztük ki, hogy elsősorban a kistermelők számára nyújtunk lehetőséget, hogy bemutassák a termékeiket, bemutassák azokat a termékeket, amiket ők maguk tudnak készíteni, és elsősorban egy kicsit a kézművesség, egy kicsit a helyi dolgok irányába szeretnénk itt elmozdulni. Jelenleg több mint 200 hallgató tanul nappali tagozaton, és ugyanennyien vesznek részt az egyetem agrárszakán levelező képzésben.